túli sugárzás milyen kihívások elé állítja az MTV-t? A kerekasztalon jó és rossz hírek is elhangzottak, járjuk körbe a kérdést. Ez egy folyamat, én azt hiszem, hogy inkább jó hírek zajlottak el. Van egy kiinduló állapotunk, ami nem túlságosan kedvező, és innen kell felépítenünk, ami a közvetítéseket illeti. Ugye van sport, nem sport, a nem sport részen valamennyi tematikus csatornánkon és a Duna TV-n is a határon túliakat nem csak arra figyelünk oda, hogy elérhető legyen a szolgáltatás, hanem a műsorainkba integráltan meg is jelenítjük. Tehát úgy a hírcsatornában beszámolunk a határon túliak eseményeiről, mint ahogy például a Duna TV-n a Virtuózok, vagy Felszeltapáva produkciókban a határon túli fiatalok is ugyanúgy szerepet kapnak, indulnak, és adott esetben akár nyernek is a műsorainkba. Tehát odafigyelünk, hogy számunkra a magyar közösség egy egész, és egyként közvetítjük a tartalmakat számukra. A sportjog egy nehéz ügy sajnos, ugyanis ez nem csak rajtunk múlik. A sportcsatorna elindulásával gyakorlatilag minden sporttartalom az M4 sportcsatornára került. Ezzel a korábbi nagyon széles körben fogható Duna TV-ről elkerültek a sportesemények, mivel a M4 sport indulását követően ezek az M4 Sport nem szerepelt a magyar csomagban a határon túli kábelszolgáltatóknál, ezért gyakorlatilag elveszítették a magyar sportnézési lehetőséget a nézők egy időre. Ez okozott is felháborodást tavaly nyáron. Külön csapat dolgozik az MTVA-ban azon, hogy valamennyi szomszédos ország kábelszolgáltatójával ne csak kapcsolatunk legyen, hanem élő szerződésünk, amelyben valamennyi csatorna, így az M4 Sport is szerepeljen. Azt hiszem, hogy körülbelül egy fél éves időszak alatt valamennyi lényeges kábelszolgáltatónál az M4 Sport bekerült a magyar csomagba, és amennyiben bármilyen új kis szolgáltató felbukkan, akkor mi törekszünk rá, hogy azonnal szerződjünk el, és legyen a magyar csomagban valamennyi magyar csatornánk elérhető. A másik probléma, hogy maguk a sporttartalmak jogtulajdonosai nem engedélyezik a Magyarországon túli közvetítés lehetőségét. Mondjuk egy eklatáns példa a Bajnokok Ligája, amely mérkőzéseket ugye minden országnak külön ad el az UEFA, és nyilván például a romániai BL közvetítési jogtulajdonosa nem örülne neki, hogyha az M4 Sporton ugyanúgy nézhető lenne mondjuk a Real Madrid vagy a Barcelona meccse. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez üzletileg racionális, és ez esetben túl sok lehetőségünk nincsen, hiszen gyakorlatilag ugyanazt a mérkőzést másik ország területére valaki megvette, így neki van joga közvetíteni. Mi nem tudjuk a romániai jogokat megvenni érthető okokból, hiszen azért az M4 Sport a magyar nézők számára elérhető. A másik típusú sportjogok, ahol viszont nagyon küzdünk, azok a magyar érdekeltséggel bíró sportesemények, ahol viszont sajnos szintén a jogtulajdonos erről nem nagyon vesz tudomást, és nem adja, vagy nem adta korábban meg az engedélyt arra, hogy határon túl is közvetítsünk. Ebben egy nagyon komoly fordulópont történt az idei évben. Május vége, június elején kötöttünk szerződést 2018 és 24 közötti időszakra az olimpia közvetítésére, és ez esetben a világ legnagyobb sporteseménye az olimpia, és ez esetben az olimpiai jogtulajdonos kötött szerződésbe belealkuttuk, hogy valamennyi szomszédos országban a magyar nyelvű sportközvetítésre jogunk van. Tehát mi Romániába, Szlovákiába, Szerbiába, Horvátország, Szolina, minden szomszédos országba, Ukrajnába fogjuk közvetíteni az olimpiát 2018-tól. Ez ekkortól lehetett, azért ekkortól, mert a riói olimpiára már körülbelül 3-4 éve meg lett kötve a szerződés, az akkori vezetés ezt akkor még nem tudta belealkudni, sajnos. Úgyhogy ezzel most
most én nem tudok mit kezdeni, ez egy rossz hír, egyszerűen ez nem újra tárgyalható, és bilaterális alapon lehetne esetleg lépni valamit, tehát hogy például a romániai jogtulajdonos explicit engedélyt adjon arra, és együtt menjünk a Olimpiai Bizottsághoz, hogy ennek alapján mégis engedjék, de hát ez sajnos a realitások szintjén erre nincsen fogadókészség. Mi minden szomszédos országot megkérdeztünk, levelek mentek, de igazából, hogy őszinte legyek, tárgyalási szintig sem jutottunk el, mert levélben vissza lettünk utasítva konkrétan. Úgyhogy a lehetőség az az, hogy a jogtulajdonossal magával állapodunk meg, ez viszont előremutatóan lehetséges a jövőt illetően, a már megkötött szerződésekre ez nem tud vonatkozni. Média határon túl, ez volt az iménti kerekasztalnak a címe, az Antenna Hungáriát milyen kihívások elé állítja a határon túli sugárzás kérdése? Gyakorlatilag, mint minden műsorközlési technológiánál, nekünk figyelembe kell venni azt, hogy azok a média szolgáltatók, akinek a tartalmait szórjuk, milyen szerződéses kötelezettségekkel rendelkeznek, mondjuk egy-egy sporteseménnyel kapcsolatban például, melyik országban közvetíthető, melyikben nem. Nagyon eltérőek ilyen szempontból a technológiák, van olyan technológia, amit könnyű akár országonként beállítani, hogy egy-egy országban fogható, vagy nem, ilyen például az internetes technológia, mert ott vannak olyan adatbázisok, amely alapján, hogyha mondjuk Romániában vagy Szerbiában megvan a jogosultság, hogy ott is lehet ezt az internetes közvetítést tenni, akkor ott nézhető, de mondjuk nem tudom én Szlovéniában, meg Szlovákiában meg nem. Van olyan technológia, ahol ez viszont nagyon nehéz, mint például a műholdas, hogyha egy adott vételkörzet van mondjuk a teljes Kárpát-medence egy műholdas szolgáltatásnál, ott vagy mindenhol lehet venni, vagy sehol, és ezért nagyon-nagyon fontosak azok, hogy az MTV-nál például, akinek mi is szolgáltatunk, milyen szerződéseket köt ezekre a tartalmakra, hogy minél szélesebb körben a határok kívül élő magyarok is elérhessék ezeket a tartalmakat.